Igen, az a Kaiser Chiefs volt a Rubi, de Gáborét nem ismertem föl. Majd megtudjuk a kedves nézőktől, mi volt Jagica Gábor bevonuló zenéje. De azt láttam, hogy azért ő minden cseppjét megpróbálja kielvezni ennek az egésznek. Füligérő szájjal sétált föl ott a pódiumig, és nagyon remélem, hogy fesztelenül tud ma játszani. Hát, igen, én is remélem, nagyon izgult, azt tudom, az egész héten beszéltem vele egy párszor, és hát érezhető volt a viselkedésén, hogy rettentő módon izgul, és nagyon várja. Egymás ellen természetesen nem volt még mérkőzésük, és mind a ketten újoncok a European Touron. A képen látható Louis Williams az év elején kapta meg a turkártyáját, és ugye vannak már egészen figyelemre méltó eredményei. 19 éves Prince of Wales becenevet kapta, ugye ez már foglalt szerintem, de neki is jól hangzik. Hallottunk már egy-két ilyen című emberről. Már felnőttek között is voltak versenyei, UK Open-en szerepel tavaly például. 3 éve szerződött a PDC-hez, alig 16 évesen. Ő különben 25 grammos ilakat használt, az elég nehéznek számít a mezőnyben, vagy átlagos? Nem, az már egy kicsit nehéz. Az átlag az a 22. Gáboré milyen? Mindjárt megmondom. 95. Ő nyerte a búradobást, tehát ő kezdte a mérkőzést. Na, jó van, ott van egy tripla 20-as. Ugye mondtad azt, hogy alig több mint egy éve kezdett el komolyabban dárcozni Jagica Gábor. Egy nagyon tehetséges fiúról van szó. Ez a 35 esztendő, amivel ő rendelkezik, ez azért nem öreg még, ugye, mert a sportágban. Egyáltalán nem öreg. Szép, százas, nagyon jó. A Phil Taylor 35 évesen kezdte a dárcot. Hát akkor meg miről beszélünk? Ugye? Nyert egymást. Egy-két dolgot. Volt egy-két említés. 16 VB. Igen. Lejjebb, Gabi. Oda bizony. Az jó. Na, igen! 140! Nagyon jó! Na! Meg kéne tréfálni Williams itt az első legben. Bizony, bizony. Ugye? Milyen érdekes lenne az a kezdés, ha Jagica vezetne. Lejjebb kicsit. Ne oda, nem, 45. De kár érte. Kiszálló ugyan, de elég magas. 124-ről Williams. Triple 18. Megvan a bulla végére. Nem, nincsen. Az nagyon messze. Az nagyon messze. Gyerünk, Gábor, 131-ről, nem lehetetlen. Ott van, nagyon jó. Nagyon jó, dupla 10! Az is megvan! Benne van ekkora 131-es kiszálló! Mit csinált ez az ember? Hát ez óriási! 131-ről Jagica! És ővé az elsőleg. Láttál már ilyet? Mostanában magyar polán? Most van nem, az biztos. Hát ez hihetetlen. És jönnek ám a triplák, csak sajnos 2 darab tripla 1-es. Jó, azért nem tragédia. Szép kezdés Williams-től. Igen, azonnal válaszol rá, könyörtelenül Williams. Hát akármi történik ezen a mérkőzésen, ezért a kiszálló már érdemes volt megnézni. Bizony, bizony. Ha jól hallottam, Takács Gabi vette neki az instrukciókat, a klubtársa és egyébként magyar bajnok. Uh-huh. 140 Williams. Nem. Első pályáról is kéne csinálni az, igen. Gabi, amit az előbb. Hát először is le kéne vinni ugye kiszállóra, hogy legyen, igen, valami esély. Most már kiszállón van Williams.
Gyerünk, Gábor. Tripla kell, tripla kell. Egy jött. Egy jött, viszont még elég magasan van, 2.18-on hagyja magát. Jó van, Williams nem tud kiszállni. Tehát nyomás alá lehet azért helyezni egy jó körrel. Az megvan. Százas. Dupla 15-re, két nyíl. Elsőre megvan. Egy-egy. És ő kezd. Game on. Száznegyven. Gyerünk, Gabi. Jó! Tripla 19-el korrigál. Végén jött a fűszer, igen. Sajnos két tripla Williamsnél is becsúszik. És közben jött a segítség. Gabi bevonul a zenéjére, az Iron Maiden, The Trooper. Szenzációs, köszönjük szépen! Mondtam én, hogy nézi, mindent tudnak. 100-as. Ott a tripla, nagyon szép, úgy van. Nagyon jó, 98, úgy látszik megfogadta Medi tanácsát Gábor, és nyugszik megfelé. Hát innen már nagyon nehéz lesz ezt a leget elvinni a Jagicának. Dupla 8, Williams. Dupla 4. Megvan. 2-1. Fog ez menni, jön egy bátorító mondat a nézőtérről. Igen, 100 fölötti átlaggal egyelőre a Williams, 102, nagyon magas. Nem volt 100 fölötti átlagunk ma még. Nem bizony. A teljes meccset tekintve. Igen, most Jagicán jelenleg 84,3 tized, ez most romlik. Megint egy egyes, az a fránya egyes. 62. Kiáll Williams. És 100. Egy 140 nem ártana így első pályáról. Ott az első tripla nagyon jó. Ott a második is. 140, úgy van. Az már nagyon föl. Landolt. Nagyon biztosra ment. Aha. Na hát teljesítette, amit kértél. Igen. Kérjél még valamit. Mondjuk, hogy 177-tel lehetne kerekíteni 24-re, és akkor azt elfogadnám. Bélám, de szépen nézel ki. Ő Béla? Igen. Jó. Na, 41, nem baj, nem, nem baj. Nem baj, ez már kiszálló ugyan. És ugye már láttunk 100 pluszos kiszállót Gábortól. Persze, az neki megy. 105-ös kör. 100-ra kerekít. 160-ról Jagica. Benne van az első. A második mellé az ötösbe. 38-ra kerekített. Nagyon szép kör. Nézzük Williams-t. Tripla 20, dupla 20. Azt nagyon jó, tripla 15-tel kell folytatni, hogy dupla 20 maradjon.
Ezt megcsinálja. Igen, mondom is. Tripla 19-et. Igen. 28-ra. 14 nem. Maradt. Nagyon jó. Gyerünk, Gabi! Dupla 19 a 2-2. Meg lehet ezt csinálni. Elég lenne, hogy belehújjon. Na, még egyet. Ott van benne, úgy van! 2-2. Jó. Jó. Eddig tökéletes a kiszállózása Gábornak. Bizony. Na. Igen, hát ugye evés közben jön meg az étvágy. Előzetesen örültem volna neki, hogy egy leget nyer. Most van kettő, miért ne lehetne három? Igen, vagy akár hat. Gyerünk, húzzuk meg ezt a kezdést, kérem. Azt hiszem, hogy ha Gábornak azt mondták volna három éve mondjuk, hogy egyszer egy tévés meccse lesz Budapesten ezrek előtt, hát nem hitte volna el. Igen. Tehát hihetetlen történeteket produkál a sport. És ugye az ő példája szerintem nagyon-nagyon fontos, mert bárki el tudja kezdeni. Pontosan. Ugye? Ha kedvet kap hozzá. Az a jó adás, hogy nagyon hamar jön a sikerélmény, és hogyha abból tudsz táplálkozni, akkor komoly magaslatokig el tudsz jutni. Általában különben ezek a dárcosok ilyen napi szinten 4-5 órát is edzenek. Bizony. A profik már kevesebbet valamivel állítólag, ugye? De hát azért hát ez... nem tudom. Raymond van Barneveld nyilatkozta azt, amikor egy VB-n kikapott Phil Taylortól, hogy kérdezték, hogy hát akkor mi történt, vagy mi a vélemény, és mondta, hogy hát úgy látszik, kevés volt a napi 8 óra edzés. Hát igen. Százas, Jagica. Jó, jól tartja magát. Na, 95. 170, ez már kiszálló Williamsnek. Följebb egy kicsit, kettő tripla kellene. Az egyik benne van, nagyon jó. Nem baj, ez is jó, 100, nagyon jó. Elegánsan dobálja nyilait Jagica, általában az egy jó helyre. Nincs meg a második tripla, tehát 170-re nem tud kiszállni. És a bull sem jött. 144-ről. Nem lesz kiszálló, már csak kerekíteni lehet. De még nem ártam egy tripla bele. 58. 79-ről Williams. 72. Átcsúszott. Tripla 16, úgy van. Ebből nem lesz kiszálló. Lehet rádobni a vezetésért 86-ra. Tripla 18, gyerünk! Benne van! Igen. Dupla 16-ra két nyíl! Dupla 8! Ott van benne 3-2! Jagica vezet 3-2! Nagyon nagy! Hitted volna? Hát igen. Öha. És itt a helyi kommentátorok hangját mi halljuk angol nyelvűt, hogy azt mondják, hogy jól játszik, és megérdemli a magyar a vezetést. Bizony. Hát maradjon valami energia, meg lendület a folytatását. Óriási dolog lenne, nyerne. Százas, Williams. Ugye Williams jóval fiatalabb nála, ez igaz, viszont rutinosabb, akármilyen hihetetlen ezt kimondani. Igen. A maga 19 évével, tehát sokkal több versenytapasztalata van, mint Gábornak. Ez a lehetőségek különbsége leginkább. Igen. Nagyon szép. Jó, jó, a harmadiknál jött a tripla, és kellett nagyon. No, 170-re kerekített Williams. Kell a tripla. Mondom, kell a tripla.
Ott van benne, úgy van, 182. Louis Williams jön. Első benne. Második alatta. Ez Big Fish megint. Egyszer már volt ilyen lehetősége. 65 maradt. Kéne egy nagy tömeg. Legalább egy tripla. 162, nem kiszálló, úgy van, gyere le. Nem kell az a hetes. Ajjaj. 136-ra viszi le. Dupla oszra két nyila van Williamsnek, hogy kiegyenlítsen. Dupla 10-re még mindig van egy. Nincs nem benne! Jó. Nem jó! Volt már 100 fölötti kiszálló, 130 környékén. 131. Na nézzük, emeljük a tétet. Nincs benne, nem lesz már ebből kiszálló. Egy jó kerekítés kell, hogy meglegyen az esély. Alatta van még mindig. 60 pont összesen. Aláfért még a harmadik is. Dupla 10 megint, Williams. Benne igen. Van elsőre. 3-3. És Williams kezdhet. Game on. Még nem ég a ház, úgyhogy a fecskendőt nem kell lövenni a Gábornak. Semmi baj nincs. Az égvilágon semmi baj, fej-fej melletti meccs. Csodaszép játék. Williams átlaga 92 fölötti, a Gicáj 80 alatt van egyelőre. De ugye Gábornak 5 kísérlete volt a kiszállózás, és 3 bementet. Ezt nagyon nem kellett, ez a 28. Nyugi Gábor. Ahogy a klasszikus mondta, higgadj le, majd attól megnyugszol. 135. Még egyet. Nincsen, 100. 100. Százas. Egy jött neki. Ezt a leget összetette William szépen. Na még egyet. Úgy van, nagyon szép, 137. 167, az kiszálló. Gabi családja lelkesen tapsolt itt az előbb a képen. Hát nagyon helyes. Vajon mikor lesz megint ilyen lehetősége bizonyítani? Hát... itt és most kell megmutatnia. Mm. 171. Az nem kiszálló. Nem, sajnos. Nagyon úgy tűnik, hogy ez a leg elmegy. Még nem biztos. Így nem. Még... 56. Teljesen mit dobja a Gica most ebben a pillanatban, mert kiszálló lesz, és sajnos Williamsnek van még esélye. 3 nyila, hogy ezt a leget behúzza. 97. Kellett volna az a tripla, 17 a végére. Dupla 16-ra, 2 nyila van Williamsnek. Elsőre megvan. Vezet, 4-3. Az első leg az Jagicáé volt. Aztán volt 1-1, volt 2-2, 3-3, és most 4-3 a Velszinek. Jó. Jó kezdés volt, 99-el. Főleg így, hogy csak 60-at tudod dobni, Williams. Ezzel most élni benne kéne. Van a tripla, nagyon jó. Élni kell, Gábor. Második is. 135. Jó az, jó az. Ahol, Jagica szurkoló. Bizony. Lehetett kapni szurkolói sálakat minden. Óriási. Egyébként. Igen, hát a magyar szurkolók is megpróbálják kiélvezni ezt a pár napot a helyszínen. Oh, jajaj. Két szektor hiba is. De kár érte.
Nagy. Harmadikra jött azért valami tripla. Itt is kéne nagyon gámra tripla, nagyon kéne. Ott van benne, nagyon jó. Még egyet. Nem baj, 100 is elég. 141 kiszálló. Nagy játék, Gábor, mondja valaki neki. Tényleg, most ő pörög ebben a legben. 60. Igen. Nyugi, 6 nyila nagyon van. Nagyon messze van. 6 nyila van 141-re. Nagyon szép. 70 pontnál 52 maradt. Nem baj, nyugi, nem kell teljesen ügyeskedni. Jó, teljesen jó. Két nyila megcsinálhatja. Ajaj. 180! Pont most. Annyira nem örülünk neki. Nem, egyáltalán nem. A meccs első 180-asa. Dupla 16-ra két nyíl. Benne, nincs benne! Állj vele! Az sincs benne! Na, ez most probléma egy kicsit. Na. Williams. Az 5-3-hoz. Ejha. 42-28-a. Szuljovic jön, a dupla 14-es. Egy nyila van még. Úgy nem van, nagyon jó! Na, dupla 16-ra, Gabi, gyerünk! Megint lehet egyenlíteni! Össze is mosolyognak. Na nézzük, 3 nyíl a 4-4-hez. Dupla 8. Dupla 8! Nem megy bele! Vissza Szuljovic mesterhez. Róla nevezték el Mensur Szuljovicról, ezt a dupla 14-et. Nagy bajban mindig 28-ra kerekít. Azaz, mondja valaki. Benne van a harmadik. 5-3 Williamsnek, az benne van. És innen nagyon nehéz lesz, hiszen Jagicának 3 leg kell a győzelemhez, Williamsnek már csak 1, és ő kezd. Ez a mai délutáni program utolsó mérkőzése, de ne legyen az utolsó legje. Kell a biztatás, megint. Még legyen 3 leg. Elég jól kezd Williams egy 99-es körrel. Nagyon jó. 140? Nem, csak 100. 100-as. Olyan vagyok, mint a rossz Southgate, mindent megadok. Igen. Ó, kipatta a triplából! 80 nem baj, pont! Nem baj, tudod korrigálni azonnal. Hál' Istennek, meg se zavarta. Gyönyörű. Nem zökkent ki ettől. Ajaj. 140. Az átment a tripla egybe. Nagyon jó, ott van. Leváltotta. 92. De 82, bocsánat. Túl sokat már nem lehet hibázni ebben a helyzetben. De a döntés Williams kezében van. Főleg így. Igen, már kiszállón van, 100 alatt. Nagyon jó, nagyon jó. 99-el 140-re. Egy pici nyomás azon a 82-n. 17-esre folytatja, úgy van, dupla 20-ra egy meccs nyíl. És nincs benne! Mutassuk meg azt a 140-et, kérem, mutassuk a nagy közönségnek. Hát, hát ha. Ó, ötös! Így már nem. És ott sem jön a tripla, sajnos. Dupla 20-szal Williams tehát a meccsér. Újabb 3 meccs nyíl. Dupla 10-es. Nagyon. Még egy dupla 10. És úgy van! 97, ezt még meg lehet oldani, kérem. Megám. Most neki meleg a pite. Bizony.
78, dupla, tripla 18. Nem, egy 20-assal csak kerekíteni tud 40-re. Na akkor vissza Williamshez, dupla 10. Nem szabad sok időt hagyni gyakorolni a duplákat a srácot, mert előbb-utóbb úgyis be fogja végén verni. Bedobja. Nem jó, ez jelölőnek esetleg jó. És jó is volt neki. Az első leget ugyan Jagica nyerte a mérkőzést, viszont a Velszi Lewis Williams. Ez a vége. 6-3. Szépen helytált, Gabi. Azt kell, hogy mondjam. Föl tudta vinni erre a színpadra azt a játékát, amit általában tud játszani.